A 2016-os esztendő kiemelt fontosságú az olimpiai sportágok életében, ez alól természetesen az öttusa sem kivétel. A kvótaszerzési láz hajrájában honi pentatlonistáink Rióban tesztelték magukat és a várható körülményeket az idei világkupa sorozat második állomásán. Kicsit akkor beszéljünk a riói körülményekről, hogy tetszett kapitányi szemmel, mik a tapasztalatok, milyen lesz az olimpia? Mert az olimpiai versenyszínhelyeken rendezték meg ezt a második világkupát Rióba az elmúlt héten. Sikeresen szerepeltünk, és emellett még meg is tudtuk nézni azokat a helyszíneket, ami az olimpián is lesz. Ugye a sportlétesítmények már kész vannak, és a versenyek is ott rendeződtek meg. Hát nyilván még lelátók nem voltak, meg a kulisszák, meg a környezet nem volt olyan, mint olimpián lesz, nem voltak olyan erős lezárások, de hasonló próbálkozások azért voltak, beengedések, tehát ilyen olimpiai szimuláció volt valamilyen fokon. Nagyon jók a versenyszínhelyek, és a rendezés is jó volt. Kvóta ügyben hogy állunk? Ugye tavalyról van két kvótánk, ez a Kaszarobié és a Kovács Sacié. Most a Marosi Ádám vezeti a olimpiai ranglistát. Ez az olimpiai ranglista, ez tavaly júniusban kezdődött, és pont egy évig fog tartani, tehát azok a versenyek lesznek benne, amik az olimpiát megelőző 12 hónapban vannak, és a kvalifikáció lehetőségét adják. Ezt a kvalifikációs listát vezeti most a Marosi Ádám, és úgy néz ki, hogy ez egy stabil vagy egy biztos kvóta. A lányoknál pedig a Földházi Zsófinak volt 2. helye 2 világkupán, meg ő tavalyról még örökített 1-2 pontot az EB-ről. Ő 3. most ezen a ranglistán, és hát ez is egy biztos kvótának tűnik. Marosi Ádámnak jót tett az új esztendő, hiszen remek formát mutatott az első két világkupán, Kairóban 2., Rióban pedig 3. helyezést ért el, amivel megmutatta a mezőnynek, hogy számolni kell vele az 5-karikás végelszámolásnál. Kis riói helyzetjelentést kérünk szépen, hogy érezted magad, és gratulálunk a bronzéremhez. Köszönöm szépen, jó verseny volt. Hát az infrastruktúra az hagy némi kivennivalót maga után, de az utolsó pillanatra biztos, hogy mindenre fog készülni. Ez ilyen jó brazil szokás, de én úgy gondolom az olimpia rendben le fog zajlani. Azt tudom, hogy Rio a kedvenc városod. Milyen volt ott versenyezni? Hát én szerintem nincs olyan ember a földön, aki ne szeretné Riót, mert eleve, hogy kinéz ez a város, szerintem egy maga egy csoda. És egyébként a szervezők azok mindig kitisztek magukért. Tehát attól függetlenül, hogy soha semmi sincs készítve, ha kész van, akkor csak az utolsó pillanatra. Azért minden rendben lesz szokott zajlani, és nem csak azért szeretem azt a várost, mert tényleg szép, és hogy eddig mindig eredményes voltam ott, hanem tényleg jó versenyeket csinálnak. Maga a lovas pályát, ezt mindenképpen kiemelném. Megkockáztatom életemben, nem mentem még ilyen magas és ilyen jó felépített pályán. A lovak azok extrák voltak, tehát meg volt mellé a lóállomány is. Egyébként meg a vívásban egy szerencse folytán, ugye mindenki körbeverte egymást, ami mondjuk azt is jelentheti, hogy eléggé kiegyensúlyozott volt a vívómezőny. Nem születtek kiugró teljesítmények, de kiugróan rossz teljesítmények sem. Tehát úgy szépen hoztam mindenki a kis átlagát, és ezt követően pedig szépen lassan így jöttem fel a versenyben. Milyen volt a futópálya? Gondolom ugyanaz lesz az olimpián is? Abszolút jó futható, rengeteg kanyar van benne, viszont hál' Istennek nincsen benne sok visszafordító kanyar. Pár hónapja beszéltünk Tatán, akkor is nyugodt voltál a kvóta szerzés illetően. Most azért már kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag megvan a kvóta, nem? Hát ezt majd a szövetségkapitány fogja megmondani, hogy ki az a két öttusázzal kiindulhat. Én azért, amíg le nem zajlik a világbajnokság és vége nincs a kvóta szerző idének, én azért nem nyugtatom meg magam azzal, hogy most biztos résztvevő vagyok az olimpiának, és hogy ranglista alapján nekem megvan a kvótám, hiszen a két legfontosabb verseny, a világkupa döntő, illetve a világbajnokság az még hátra van, és azért ez a két legfontosabb verseny, mert ez adja a két legtöbb pontot. Tehát amíg a világkupa győzelemért kap a versenyző 60 pontot, addig egy világbajnokság, illetve egy világkupa döntő 80 pontot adnak. Arról is beszélj, például a fedett pályás verseny csak 40 pontos verseny volt. Úgyhogy itt azért hatalmas harc fog zajlani az elkövetkező 3-4 versenyen ahhoz, hogy azért, hogy minél jobb pozícióban legyenek a versenyzők, de valóban a kedvező helyre várom a folytatást. Földházi Zsófinak nem csak a kanyarokkal kellett megküzdeni a Rióban, hanem a kombinált szám alatt lezúduló özönvízszerű esővel is, de őt ez sem zavarta meg, és 4. zárta a vetélkedést. Mennyire csapott meg az olimpia varázs, mennyire izgultatok, vagy amikor elgondoltatok, hogy nem sokára megint itt lesztek?
Hát igazság szerint ez nagyon messze áll tőlem, hiszen nekem még a kvótáért kell egy-két kört futnom. Persze ez így mindenki mondja, hogy jaj, örülünk, hogy most már ilyen jó teljesítés, mert itt olyan csapat, mondom, olyan aranyos, hogy itt vagyok a csapatban, hiszen még azért kell még jó pár pontot szereznem. De én is ennek a negyediknek azért tudok örülni így, mert én is kezdem érezni, hogy most már nekem nem a kvótáért kell harcolnom, hanem az, hogy igenis csúcsforma legyen majd az olimpián. Nem volt a versenyen ilyen hangulatom, inkább olyan körülmény volt, hogy itt a női versenyzőnél ez a kisebb esőzés azért engem inkább megnyugtatott, mint hogy versenyre hangoljon, úgyhogy jó volt. Ami fontos nálad, hogy egészségügyileg minden rendben van. Igen, most azt tudom mondani, hogy hál' Istennek minden rendben, nem is érzek úgy nagyobb problémát, inkább a munkaheve dolgozik bennem, és ezt szeretem. A már biztos kvótával rendelkező Kassa Róbert nem volt szerencsés a brazil lovakkal, és a jól sikerült első két szám után visszacsúszott a középmezőnybe, de ennek ellenére pozitív tapasztalatokkal érkezett haza Brazíliából. Igen, én úgy gondolom, hogy elég jó számokat csináltam, meg is lett volna szerintem a dobogó, vagy a környéke, de hát szerencsére nekünk van egy lovaglás, ami mindig megosztja a versenyt, és most éppen rám került a sor szerintem, de megmondom őszintén, hogy örülök neki, hogy ez most jött ki, mert általában két évente egy ilyen lovaglást azért én is összehozok, és a következő fél évben bízom benne, hogy most már csak hibátlan pályákat tudok menni. Milyen volt az olimpiai helyszínen kint? Megnéztél mindent, mindent tetszett, miket láttál? Tulajdonképpen a versenyhelyszínekkel minden rendben van, szerintem olimpiai szintű pályát tudtak fölhúzni. Igaz, hogy a nézőteret még nem sikerült, de biztos vagyok benne, hogy az olimpián ezt is megoldják. Az olimpiai helyszíneken kívül még a Copacabanára, meg az Ipanyémára volt időnk elmenni, ott is minden rendben van, úgyhogy abszolút nagyon nagy várakozással várom majd. Az uraknál Demeter Bence és Tibolya Péter is harcban áll az indulási jog megszerzésért. Peti riói kalandja felemásra sikeredett, hiszen a forma bíztató volt, de a technika ördöge alaposan megtréfálta. Igazából egy borzalmas élmény volt, mert azért az ember végig szenved egy vívást, ott azért eléggé koncentrálni kell. Az úszáson egyéni csúcsot úsztam 31 éves korom ellenére, és utána ez a kombinált számom, mikor már a melegítésbe éreztem, hogy nem minden lövésre ad fényt ez a pisztoly. Utána mondták, hogy igazából nem tudnak vele mit csinálni, mert nincsen tartalékpisztoly. Akkor elkezdtük a versenyt, és igazából az első lövészet beéreztem, hogy nem lesz esélye, mert az egész mezőny már kiment, mire nekem egy zöld lövésem volt még. Tehát egy érvényes találattal rendelkeztem, úgyhogy esélyem se volt bejutni. A döntő alatt gyakorlatilag akkor itt kint sétálgattál, nézted a versenyt, mi volt a program? Igen, néztem a többieket, meg drukkoltam nekik, tényleg egy fantasztikus helyszín egyébként, olimpiai szintű, ez olimpiai tesztverseny volt ugye, úgyhogy szuperek a helyszínek, egy óriási sportcsarnok, tehát azt hiszem, hogy méltó lesz az olimpiához. Április 3. hétvégén Kecskemétre látogat az öttusú elitmezőnye, ahol mindenki hazai környezetben mutathatja meg aktuális formáját, ahol természetesen mi is meglessük legjobbjainkat, de azért még utána is maradnak majd feladatok az olimpiáig. Magyar világkupát követően még május elején 8-a felé lesz egy világkupa döntő, hát, amire vagy elmegyünk, vagy nem, majd meglátjuk, hogy hogy állunk, és május 22-én a világbajnokság, ami zárja ezt az egész kvalifikációs rendszert.